ezekben azt hiszem, nem tudom, 8 darab van talán, vagy, vagy ez a 10-es az az lenne, hogy 10 darab van benne. Nem tudom. 300 gramm. Kíváncsi leszek rá. Szerintem ez simán vízbe ki kell főzni. Tök cuki. Lehet, hogy mellé nyúltunk. Én úgy emlékszem, hogy ott az volt kiírva, hogy sertéshússal töltött, de most ez úgy néz ki, hogy babos. Babos ízzel töltött. Vagy puffinlekvárral töltött. Mindegy, megesszük. Babpaszta. Ó, baszta, kinocsi. De én esküszöm, úgy emlékszem, hogy az volt, hogy... Röntgen mit? Router... Gyönyörű. Bohnenpaste. Németed. Ez az? Gyönyörűsba paszta. Igen, szuper. Akkor mellé nyúltam. Viszont van egy másik is, ami kamu kínai, mert ugye ezt láttuk a feliraton, hogy ez elvileg angol. Ez viszont elvileg tényleg zöldséges, húsos. És tényleg lehet, hogy az lesz, hogy nem kíméljük az érzékszerveket, és mindent megcsinálunk. Most a csípős levesek után, amíg megfőzzük ezeket a kis tésztácskákat, addig benyomunk egy kis mocsi fagyit, hogy levítse a dolgunkat. Na, ezen egészen normális angol feliratokat is találtunk, ezt elvileg simán vízbe 6 percig kell főzni, viszont a gombóckáknál azt mondja, hogy csak párolni, gőzölni, vagy mikróban megmelegíteni, tehát nekem ez a tészta ez ilyen fűnyesnek tűnik, én biztos volna benne, hogy ezt meg kell főzni, de ezek szerint nem. És nem is húsos, hanem babos. Na mindegy, kipróbáljuk. Hát ez nagyon cuki, ilyen kis prézli nélküli túrógombóc. Nem pontosan értem, hogy ezt miért nem kell megfőzni. Most úgy döntöttünk, hogy nem csináljuk meg az egészet, mert nem szeretnénk egész vasárnap rókázni. Úgyhogy egy párat kiveszünk, és a többi megy vissza a mélyhűtőbe. Mennyi volt benne összesen? 10? Igen, 10 darab. Jó, hát reméljük, hogy ez finom lesz. Húsosnak jobban örülnék, de a babos is. Élmény számba fog menni. Veszünk hozzá egy kis Angliában készült zöldséges húsos batyút. Na jön a desszert, illetve hát neked, mert mind a kettőn csúnya paprika jelzéseket látok, és nekem az is csípős volt, ami nem láttam paprika jelzéseket, úgyhogy nyomjad, nyissad, nyomjad. Én ezt szerintem kihagyom, vagy egy nagyon nyafatot, egy morzsát megkóstolok belőle. Húha! De mi ez, ilyen puha tészta? Igen, ez a szétfasznek, ez ugyanaz. Tésztasznek. De ez ránézésre olyan, hogy leég a hajad. Hát... Azt a büdösség. Kár, hogy egy videóhoz nem lehet hang, illetve illatot rakni, mert hú, nagyon, nagyon durván. Hát azért kóstold meg, de kicsit, jó? Először. Egyébként jól néz ki, tehát olyan jó pofa, nagyon fűszeres, hát ezt csak elharapni tudod szerintem, nem? Fogj belőle a tovább. Hát igen, vagy legalábbis valami. Erre az a kis lángocska az jelzi, szerintem ez talán kevésbé, ez a zöld, ez kevésbé csípős. Ez a piros az szerintem jobban. Na, elpusztulsz? Tegyél mellé ebből is. Lássuk a különbséget. Hát jó, csak te bírod a csípőset, azért ezt tegyük hozzá. Nézzük a másikat, ami elvileg zöld jelölési, az talán annyira nem durva. Ez kicsit világosabb. Mind a kettőnek olyan brutál illata van, de mondjuk ez egy legalább mennyiség. Nem tudom, ez mennyibe kerül, de azért ez egész korrekt. 106 gramm feltételezem. Ennek jó illata van, ilyen fűszeres illata van. Ez nem olyan csípős? Ne kóstolom meg, mert megtörlök. Én nem bírom az ilyet. Ezeket te szereted. Látom, csöpög belőle a koleszterin. Jó, ez viszont mindenkinek javasolt, tehát akinek bármi problémája lenne, mert nulla van belőle ebből, és nulla van belőle ebből. Jó, tehát nem ártalmas. Ő is pont ugyanilyen. Tehát aki érzékeny erre és erre, abból nulla van belőle. Tippel nem kéne, akkor... Hát mondjuk azt nem mondanám, hogy zsír, meg cukor, mert hogy zsír az van benne, az eléggé. Úgy tűnik, de mindegy. Szóval, hogy ez snack. Hát elég durva. Ja, most egyszerre a kettőt? Az bátor. Na jó van, ezt is megnéztük. Zsírtól olajtól tocsogó kínai csípős snack. Na, kész lett ez a kis...
állítólag, vagy én szerintem hússal töltött, de nem, hanem valami vörös babpasztával töltött. És akkor ezzel mit csináltunk? Ezt csak mikroztuk? Nem. Nem túl buszta. Olyan, mintha ilyen kis le lenne fóliázva. Ez nem lehet, hogy ezen még van egy fólia? Na nézzük. És itt arcon precskel a vörös babpaszta. Miért ilyen ennek a burkolata? Hát igen, azt hittem lehet villával, de nem. Hát ez elég száraz, vagy nem tudom. Ez furcsa. Ezt nem kellett volna megfőzni? Látod, hogy teljesen meg van főzve a kérdőt. Úgy néz ki. Egyébként igen, olyan, mint egy ilyen kis bizonyos zsömle. Megtöltve valami... zöldségkrémmel. Nutella-szerű. Csak nem olyan édes. Nutella-szerű. Hát egyébként igen, inkább ez... inkább olyan, mint egy desszert, nem? Tehát nem olyan, mint egy főétel, mert mondjuk lehet, hogy ez csak nekünk a hülyeségünk, mert hogy édes. Furcsa nekem ez, hogy... ezt nem kellett kifőzni, és egy kicsit olyan... a száraz ez a zsömle, olyan folytó. Tehát ez lehet, hogy valamiben kéne tunkolnunk, valami szószban, nem tudom ezt, hogy eszik. Teljesen autentikusan. Málok volna, ha ezt nincs bevele. Jó, rendben. Na mindegy, egy kis paccal pörköltbe tunkolnánk. Kis tejföllel. Tejföllel. Tejföllel minden jobb. A gyerekek már lassan a húsleves tejföllel eszik. Na, akkor mindjárt jönnek a zöldségfalatkák. Ez egészen jó. Nem az, amire vártam, mert húsosra reméltem, de így is finom. Jó. Kész a zöldséges táskácskák, hogy készen lettek. Ez elvileg nagy esélye a szójaszószal kéne, hogy menjen. De szerintem nem annyira szeretem a szójaszószt. Úgyhogy én szerintem barbecue szószba fogom mártogatni. Megnézzük, hogy ezzel milyen. Hát ez kicsit olyan, mint az ilyen tortellini, nem? Elég szottyos. Ezt elég ideig főztük? Igen. Tovább is főztem, mert ami rá volt. Na, hát akkor ez a baj. Megküldöm egy kicsit barbecue szósszal. Pitty, nem teszek azért sokat, mert nem biztos, hogy sokat fogok ebből enni. Ez akkor elvileg angol... úgy kiplöttyed belőle. Valami lötyies pont a barbecue szószomra. Jaj, Istenem. De kár érte. Hát ez ilyen... olyan, mintha ilyen mizével lenne, mi az? Májgaluskával töltött cucc. Tudom, hogy húsos. Szerintem egy kicsit ikea húsos. Na, Istenem. Szerintem teljesen olyan, mint ilyen tortellini megtöltve. Ilyen májgaluskával, májgombócca. Nem rossz egyébként. De gondolom ennek kb. Annyi köze van Kínához, mint nekem. Ez már egy kicsit olyan európai szájízre van. Igen, ez az ilyen Converse kaja emberek is tudják fogyasztani, mint én. Konkrétan még egyet veszek belőle, annyira finom. Egyébként ez tényleg egész jó. Ilyen zöldséges húsos tortellini. Nevezzük így. Szójaszószal biztos autentikusabb, de nekem barbecue-val teljesen jó. Na jó, hát most itt leállítjuk egy picit ezt az elmebajt. Nem szeretnénk elpusztulni. Úgyhogy most egy kis szünet. De egyébként azt mondom. Fiat akár még. Máskor is venni. Hát jó néhány nap eltelt már az utolsó bontás óta. Ezek a darabok maradtak cirka még, amiket nem néztünk át, úgyhogy nekiugrunk. Nem volt sok időnk, elindult az iskola. Mindenki nagy örömére. Úgyhogy nézzük, mondjuk számomra ez a legérdekesebb, egy ilyen békönös nyisson ki, hogy lenne. Mi a? Ó, hát ez teljesen izé. Mi az a Chio Big Pep, vagy mi? Egy az egybe. Illata is, egy az egybe. Meg a nízse is. Hát ez Chio Big Pep, hoztad meg. Ez nagyon jó. Kicsit egyébként szerintem intenzívebb az íze. Olyan jó békönös. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Kicsit, mintha ropogósabb. Ropogósabb is, szerintem ízesebb is.
rohadt nagy zacskó. Azt hiszem ez nem volt olyan drága, nem? Az nem az a 700 forintos. Azt hiszem ez nem volt olyan drága. Majd megpróbálom visszanézni. Na, ez finom. Nagy zsák Big Pep. Nézzük a sour cream and onion verziót is. Hát ez kevésbé látványos. Mint egy ilyen kis kagyló úgy néz ki. Burgonyás szírom. Tényleg? Ezzel még sokat nem mondtunk el. Hát igen, az előző után azért ezt nem mondanám nagyon intenzívnek. Hát így nyomokban tejfölt látott már egyszer borítón. De nem rossz egyébként, igen. Ez megint olyannak való, aki a lájtosabbakat szereti. Amikor ez a termék, ez nagy esélye nem kerül kibontásra, a gyerek azt mondta, hogy a másik az nagyon hasonló volt, ezt elviszi a suliba. Viszont akkor ezt még meg tudjuk tekinteni. Biztos nagyon finom. Jó, hát szóval mindenkinek úgy átfogó tanács és javaslat, ha csak valaki nem Kínában vagy egyéb ázsiai területen nőtt fel, akkor ezek bármennyire jó cuccok, mert nem akarom szívni őket, nem biztos, hogy az európai ember ízlésvilága. Tehát lehetséges, hogy annak ellenére semmi biztos, hogy ízlik neki, ha ez nem olyan nagyon rossz. Mert ezt is csak megtekintésre érzed ezt a dolgot? Ez tojásos. Ja, szuper. Hát akkor ezt meg kellett volna nézni. Igen, hát így a 48. tétel után egy kicsit már így energiánkat vesztettük. Te ezt esetleg, vagy te is beviszed a kedves kollégáidnak megkínálni őket? Megkóstoljuk. Hős vagy? Minden mindegy alapon. Elvileg ez a snack pacal és újabb kisebb zacskókákba. Tehát ugye, hogy ott is mondtam a boltba, szerintem mai modern Magyarországon az ember ül a Netflix előtt, és ropogtatsz egy kis snack pacalt, este a pároddal, az teljesen oké. Tehát én nekem nagyon megnyerőnek tűnik, úgy egyébként. Egy csomó kis apró csomagolás, tehát a higiéniára nem lehet panasz, mert bárhogy visszazárhatod. Kinyitjuk, és mint a csupa chips elönt minket az e-illat. Snack pacal, figyelj, hidd el, ez lesz a kedvenced. Nem muszáj megkóstolni, ha nem akarod. Na, hát így néz ki belülről. Kiveszed azért, hogy megsasoljuk, vagy hozzá se szeretnél érni? Jó, mondom, nem muszáj megkóstolni. Ez volt azt hiszem, nem tudom, 400 forint, tehát most... Nem? Megkóstolom azért. Hős vagy? De ez nagyon hardcore. De nem szeretném, hogy rosszul legyél. Ilyen kis, hát lényegében lehet azt mondani, hogy bélcafatkák. Hogy meghozzam hozzá az étvágyadat. Tehát mint egy rajzfilmből felrobbant egy karakter, vagy valami jó kis FPS játékban, hát ez elvileg valóban ilyen kis bélfalatkák. Ne edd meg, ha nem akarod. Jézus, ez erős. Erős? Hát ez elvileg mézes, nem? Hát igen, az a baj, hogy ezeknél minden brutál fűszeres. Nem, ez paprikás, erős paprikás. Erős paprikás. Borzasztó rágos. Én kérek elnézést. Jó, hát ezt csak pranknek szántuk, ezt a snack pacalt. Lehet vinni társaságba ajándékba, lehet így beviszem kollégákat megkínálni, hát ha valaki szereti. Maradjunk abban, hogy hős voltam, megkóstoltam. Jó. Köszönöm. Szívesen neked hoztam. Viszont a maradékok nagyon finom, mindenféle szárított gyümölcs. És ezek tényleg jónak kell lennie, ezt mind neked hoztam, úgyhogy gyorsan kukkancsunk bele, és akkor ezek lesznek az utolsó tételek itt ebben az őrületes Dunapandás unboxingban. Kicsit, nem kicsit, nagyon túltoltuk a kerékpárt, de most legalább egy jó darabig nem kell ide menni. Na nézzük, az mi? Szilva? Toxik volt az elejére írva. Megosztani 9 rendszerű szilvahús. By Google drag, nézd egy fordítást. Ez ilyen 9 fűszeres valami dolog lesz. Ez átlátszó. Kandírozott szilva. Na. Befőtt aszalt szilva. Ez mind szilva. Mind szilva? Ez is szilva? Nem már. Tartósított szilva. Mint a gombot szartuk. Azért van nálunk ám normális kaja is, ez egy friss szilva, most vettük a zöldségesnek, tehát mondjuk ilyeneket szoktunk enni. És megnyugtató módon a gyerek azt teszi magától. Igen. Meg normális főtételt, de jó kell néha ilyen kretérséget csinálni. Na, ez sok kis csomagolás. Ez a kandírozott szilva. Ez kicsit ilyen datójának tűnt hirtelen, ahogy bekukkantottam. Hűha. Olyan, mint ez ilyen kis csoki golyók. Nem, de hogy is, hát ez nagyon friss. Fúha, te, ebben benne van a mag.
Jó, nem akartalak nagyon rommel szívatni ezekkel a finom élelmiszerekkel, de én nem tudom megkóstolni sajnos. Hát ez nagyjából így képzelem, hogy milyen lenne, ha összeaszott múmia húst kéne ennem. Na, ez szerintem egész jó reklám. Jó, köszönjük szépen. Jó, hát legyünk őszinték, ezek biztos jó cuccok, de nem annyira a mi ízvilágunknak valók. Melyik legyen a következő? Most már tényleg egy kicsit így erőtlenül belefáradtunk ebből az elme bajba. Ez a befőtt a szalcív. Azért ha más oda megy, legyen ennél egy kicsit értelmesebb és mértéktartóbb. Ez sima a szalcívának tűnik. Ez is magos. Teljesen commerce, sima aszalcilva, ne viccelj. Nincs valami paprika rajta, vagy bármi extra fűszer. Itt van benne a mag. Annyival is nagyobb a térfogata és a tömege. Ez teljesen jó, ez a hagyományos. Hagyományos aszalcilva. Jó, hát akkor azt tegyük félre, ezt meg tudjátok venni. De ezért kár kínai boltba menni. Utolsó kettő versenyző. Ez elvileg kandírozott, vagy ez micsoda? Hartósító céva. Ja, jó. Akkor ez lesz a múmia. Nem jó? Savanyú? Ez olyan, mint a sózba lenne. Komolyan? Ja, jó. Ebben is benne van a mag, és nagyon perverz, mert az édeskés széva íz mellett sós. Jó. Köszönjük szépen az értékelést. És akkor ezzel így véget ér ez a fantasztikus széria, és mi is, és a kedves néző is megszabadul ettől a szenvedéstől. És mi kérünk elnézést, szerintem ilyen nem lesz soha többet. Wow, nincsenek külön tasakokban. És nem is annyira jól néz ki. Olyan, mint az ilyen, tudod, az a kókuszrúd, amiről lerázták a kókuszt, és így kis izéket vágtak belőle, ilyen kis korongokat. Tudod, azok az ilyen vúsliba az édességesek, amit így... Ez a megosztani 9 rendszerű szilvahús nevezhető. Igen, ja, úgyhogy oszd meg 9 rendszerben. De ez nem néz ki egyébként rosszul, olyan, mint egy csokis szilva lenne. Ez is ilyen sima aszalcívának tűnik, nem tudom értelmezni, hogy ez só vagy cukor rajta. Az elég jó! Valószínűleg 9 féle dolog, tehát só és cukor is, meg még 7 egyéb. Lehetséges. Hát szerintem ez egy jó végszó volt, szóval mi kérünk elnézést. Ezek amúgy zömében biztos, hogy finom dolgok, csak mi nagyon korlátozott ízlésvilággal rendelkezünk, legalábbis az ilyen dolgok terén. Meg ezek mondjuk azért sok mindent lehet rájuk mondani, de azt, hogy feltétlenül frissek, azt nem biztos. Nagyon durván bevetettük magunkat ebbe a dunapandás őrületbe, rengeteg dolgot megvettünk. Hát azért zömében lukra futottunk, de mondom, ez nem feltétlenül ezeket a termékeket minősíti, semmiképp nem szeretnék semmilyen gyártót megbántani. Mi egy kicsit más ízlésvilággal élünk meg, hát azért ez nyilván zömében asszalt, tartósított, szárított, konzerv és egyéb mókák, úgyhogy azért ne ilyenen éljen senki, de mindegy, egy ilyen kitekintőt csináltunk ezekkel. Viszont ez a chips ez jó, úgyhogy benyomjuk meg, volt egy-két jó tétel, azokat is felfaljuk. Úgyhogy hát azért, ha valaki nagyon kíváncsi az ilyenekre, látogasson el a Duna Pandába, rengeteg érdekesség van, tehát ha más nem valaki ott körbenéz, hogy úristen, miket lehet kapni más területeken, már csak az egy élmény. Úgyhogy ez akkor ezzel zárult ez a sorozat, ezzel az epizóddal.